Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió Hírháttér című műsorát látják. Csaknem egy éves felújítási folyamatot zártak városunkban. Ünnepélyesen átadták ugyanis a megszépült római városrészt. A korszerűsítési projekt 4 épülettöm szigetelését, a Pajtás utcai óvoda külső-belső felújítását, valamint térköves sétány, műfüves pálya és egy non-profit szolgáltató helység kialakítását foglalta magába. Ünnepélyesen átadták a római városrész nemrégiben felújított területét, ezzel hivatalosan is lezárult a 2014-ben indult projekt kivitelezési része, amelynek keretében megszépült a körút és a Váci Mihály utca környéke. Építkezésre azon településen van szükség, ahol a jövőt tervezik, és a jövőt tervezni tudják. Ahol vannak olyan közösségek, akik az igényes, nívós területet, a szépet, az új és megújult környezetet igénylik. Akiknek szükségük van olyan terekre, ahol közös programokra és közös találkozásokra kerülhet sor. Úgy gondolom, hogy Dunaújváros egy ilyen hely, Dunaújváros egy ilyen város, és azon belül a római városrész egy ilyen területe, a mi szeretett városunknak. Dunaújváros megyei jogú polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, a városrésznek már nagy szüksége volt a fejlődésre, megszépülésre, amelyet a mintegy 1,2 milliárd forintos uniós támogatásnak köszönhetően végre meg is tudtak valósítani. Mi volt a célja ennek a pályázatnak? Mi volt a célja annak, hogy keressünk egy olyan városrészt, amelyről köztudott, hogy Közép-Kelet-Európa legsűrűbben lakott városrésze. A cél az volt, hogy az itt élő családok, ismerjük el, az itt élő lakástulajdonosok többsége átlagban 25 éve lakik a római városrészben. Azóta gyakorlatilag a város ezen pontján, azon túl, hogy 25 évvel ezelőtt, 30 éve felépültek ezek a toronyépületek, megépültek a közintézmények, ezeken túl az elmúlt 25 évben semmi, de semmi nem történt ebben a városrészben. Egészen mostanáig. A pályázat kimondott és kitűzött egyértelmű célja, új játszótér, új civil szervezetek által igénybe vehető közösségi helyek, új utak és járdák, a meglévő központi óvoda felújítása és új játszóterek, illetve sportpályák kialakítása. Köszöntöm a római városrész lakóit, és nagy tisztelettel szeretném megköszönni előjáróban, hogy a kivitelezési munkák során türelemmel viselték mindazokat a megpróbáltatásokat, amelyeket azért át kellett élni, hiszen tudjuk, hogy minden szebb és jobb környezet kialakítása során azért vannak olyan tevékenységek, amelyek zajjal porra járnak. Én külön köszönöm, hogy ezeket kellő türelemmel elviselték, és most már birtokukba tudják venni ezeket a szép létesítményeket. Galambos Dénes országgyűlési képviselő megköszönte a városrész lakóinak a türelmet, ismertette a projekt megvalósulási feltételeit, illetve kiemelte a program közbiztonságjavító funkcióját. Szeretnék visszacsatolni a tavaly szeptemberi belváros projekti átadó ünnepségen elhangzottakra, ahol amikor átadtuk a megújult belvárost, akkor jeleztük, hogy ez egy dupla projekt. Azért dupla, hiszen a királyi régióban, tehát közép-dunántúli régióban, valamennyi megyei-jogú városban ezek a projektek csak együtt valósulhattak meg, és nekünk annak kellett megfelelni Dunaújváros megyei-jogú városnak is, hogy a belváros rehabilitációja keretén kívül egy szociális város rehabilitációt is meg kellett valósítani. Jelentem, hogy ennek az elvárásnak megyei-jogú város vezetése, és a DVN ZRT, most valamennyien látják, és a tavalyi átadáson pedig személyesen tapasztalták, mindkét projekt esetében megfelelt, jó teljesített, és azt gondolom, hogy örömmel kell megemelnünk valakunkat azelőtt, hogy ez a huszáros hajrá egyúttal a források leírásának a lehetőségét is megteremtette. Némileg az ember nosztalgiával gondol vissza, amikor jó magam 33 évvel ezelőtt a római városrészben kezdtem dolgozni jogi előadóként,
És már akkor azon gondolkodtunk a munkásszövetkezetnél, hogy mi lesz ezzel a városrésszel majd 30 év múlva. Én jó első érzéssel látom, hogy megújult, funkcióját jól takarják azok a létesítmények, amelyek megépültek, és azt gondolom, hogy az itt lakóknak mindenképpen a komfort helyzetét is javítja. Egy példaértékű együttműködés is megvalósult a projekt kivitelezése során. Ez a másik projektnél is így volt, tehát a kettő szimbiózisában a rendőrséggel, tehát a megyei rendőrkapitánysággal és jelesül pedig a végrehajtókkal, a helyi rendőrökkel kialakult együttműködés, azt gondolom, hogy mind a beruházás kivitelezési szakaszában, mind pedig a napjainkban is példaértékű. Javulnak az eredmények, javul a bűnügyi, nem a statisztika, hanem a szubjektív biztonságérzet is a városrészben, és azt gondolom, hogy fontos, hogy az emberek látják, és ide még ugye hozzá kell tennem az 5 darab térfigyelő kamera beiktatását is, hogy igenis ez a városrész, ez nem egy leszakadó városrész, hanem egy felemelkedő, megújuló, és mindenképpen a helyiek biztonságát is szolgáló beruházással zárult. A tavaly májusban elindult szociális célú városrehabilitációnak jelentőségét Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke is elismerte. Véleménye szerint a majdnem egy évig tartó korszerűsítés végeredménye kárpótolta a lakókat az építkezési munkálatokkal járó kellemetlenségekért. Olyan jó 3 évvel ezelőtt kezdtük el polgármester úrral és képviselő úrral a közös munkát. Belváros rekonstrukcióját követően a római város és rekonstrukciójára került sor összesen 1,2 milliárd forint értékben, és ha végig gondoljuk az előkészületi munkákat, köszönet itt egyébként a tervezőknek, a kivitelezőknek, és azt is végig gondoljuk, hogy időzelben mit szenvedtek az itt lakók, amikor zaj volt, por volt, kosz volt, és most látjuk ezt a gyönyörű környezetet, akkor azt mondom, hogy megérte és örömmel töltött el, hogy ebbe közreműködhettem. Kétszeresen jártak jól. Egyrészt ugye a szigetelési programmal gazdaságosabb lett a lakásuk, kevesebbet kell a fűtésre fordítaniuk, másrészt olyan környezetet kaptak, ahol öröm kiülni itt, ha hozzám képest balra nézek, akkor láthatjuk, hogy mindenki kint van a padokon, élvezi ezt a szép napsütést, a gyönyörű környezetet. Egy pár hét múlva a fű is kinő, és minden rendben lesz. A korszerűsítés lezárásának a körzet képviselője is nagyon örült. Csodálatos érzés, ha egy szóval szeretnénk megfogalmazni. Egyébként egy hosszú munkán vagyunk túl, ahogy a beszédekben elhangzott, nagyon köszönöm én is a türelmét a lakosságnak, mert itt azért egy elég komoly felfordulás volt az építkezés alatt, de hát minden építkezés először rombolással kezdődik. Tehát egy gyönyörű tavaszi napon végre sikerült átadni ezt a hatalmas munkát a lakóknak, hogy birtokba vegyék. Folyamatosan érkeznek visszajelzések, köszönetek, tehát összegezve az egészet nagyon pozitív a visszacsengése az egésznek, de hát mi is lehetne más egy ilyen 100%-os intenzitású, támogatottságú projektnek. Ma átadásra kerül beruházás az új Széchenyi terv forrásaiból a Közép-Dunántúli operatív program keretében került megvalósításra. Az operatív program keretében a 2007-2013-as tervezési időszak során mintegy 185 milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezett régiónkba. 2013. májusában Dunajváros megyejogúváros önkormányzata a római városrész szociális célú városrehabilitációja elnevezésű projekt megvalósításához 1 milliárd 195 millió 301 ezer forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert az Európa Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból. A pályázat támogatás intenzitása 100%-os. A kivitelezésben közreműködő ügynökség ügyvezető igazgatója sikeresnek értékelte a felújítási folyamatot, majd a projekt meghatározó részeit is ismertette beszédében. A projekt átfogó céljaként a lakosság életfeltételének javítása, a helyi közösség erősítése, valamint a közszolgáltatások fejlesztése került megfogalmazásra. A városrehabilitációs pályázat forrásaiból megújultak a városrész közterületei, elkészült a pajtásokod a külső-belső felújítása, valamint a volt APEC iroda területén egy non-profit szolgáltató iroda és egy műfőes focipálya került kialakításra. A projekt keretében az akcióterületen 756 lakás energiahatékonysági korszerűsítésére is sor került. A közbiztonság megerősítése érdekében a városrészben 5 darab térfigyelő kamera került elhelyezésre. A projekt konzorciumban valósult meg, melynek tagjai Dunajváros megyejogúváros önkormányzata, a Dunajvárosi Városfejlesztési Nonprofit Kft., valamint a Fejér megyei rendőrfőkapitányság Dunajvárosi rendőrkapitánysága.
Gratulálok a beruházás megvalósításához, és eredményes fejlesztéseket kívánok a 2014-2020-as tervezési időszakra is. Bár a kivitelezés már lezárult, továbbra is folyamatosan várják a visszajelzéseket, javaslatokat, észrevételeket. Ha bármilyen hibát vagy hiányosságot észlelnek a lakók, azt pár napon belül javítják vagy pótolják. A projekt hivatalos lezárása májusra várható. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!